Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Kőszárhegyi és Polgárdi Önkéntes Pont pénteken. A szervezet a jövőben ellátja majd a térségben a fogadó felek és az önkéntesek közti közvetítői feladatokat. Másrészt pedig igyekszik majd bevonni a lakosságot az új szegénység jelenségét mérséklő programba. Megpróbáljuk a családoknál megtalálni azokat a pontokat, ahol be tudunk avatkozni az ő életükbe úgy, hogy a munkaerőpiaci esélyeiket próbáljuk ezáltal növelni. Itt gondolok például mondjuk egy gyermekét egyedül nevelő anyukára, akinek mondjuk lenne lehetősége elmenni másodállásba dolgozni, de mondjuk a gyermekét nem tudja hová helyezni. Ilyenkor jön egy önkéntes, aki időszakos gyermekfelügyeletet vállalna, és így ezáltal a hölgyedig el tudna menni dolgozni, így növelnének az esélyét. A program létrehozására összesen mintegy 20 millió forintot nyert a City Szociális Egyesület. Az összeget főként az önkéntesek oktatására és a program hirdetésére fordítják majd. Egyébként a program során 15 kistelepülésen összesen 120 önkéntes segíti majd a projekt sikerét. Mint Törő Gábor megyei elnök mondta, Fejér megye számára is fontosak a hasonló önkéntes projektek. Ahogy fejlődik a társadalmi rendszer Európában, a Unióban, úgy ezek a civil szerveződések erősítése nagyon fontos, mert hisz ezek esnek legközelebb a lakossághoz. Az önkéntesek találkoznak azokkal a felderítetlen eseményekkel, amelyek a társadalom bajai, amely a fejlődés során előkerülnek, és meggyőződésem, akik legközelebb állnak az emberekhez, ők tudnak a leghatékonyabban segíteni a területen. Első körben igényfelmérés zajlik majd, azokat a területeket keresik majd az önkéntesek, ahol a leginkább tudnának segíteni. A projekt végső célja, hogy nyár végéig erősítsék a településeken élők közti viszonyt, és az önkéntes tevékenységekben növeljék a szerepvállalást.